Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Madvarna vagyok, és ez itt a Let's Play Roam2 Lore Europa Brodrum következő része. A legutóbb, hogyha emlékeztek, Epandros helyőrségét Karaxban megtámadta egy Seleukida csapásmérő erő, akik megint átmentek a vár másik oldalára megtévesztésből. Na, lássuk, hogy mivel kell dolgoznunk. Itt egy faltörőkos, ezzel szemben ledobjuk a legkisebb elit falangszunkat. Másrészt tetszik, hogy itt van ez a valag láncsásom és az elit falangszokat dobálja fel az emmi a falra. Szóval ezek itt szemben állnak a kapuval. Aláaknázzák valamelyik fal részletemet? Idétre. Ahogy elnézem, aláaknázásra nem kell készülnem. Oké. Tehát ezen kívül a falon fog menni a harc. Az íjászainkat berakjuk ide a kapu köré, ahol valószínűleg nem fog torony érkezni. Az ott. Hova fog jönni vajon? Kos megy oda. Első létre ide. Másik létre ide. Torony ide. Szóval ide rakjuk ezt a 92 fős egységet, meg az egyik szimbla falancot. A kisebbi szimbla falancot ide rakjuk, hát kell az elit falancnak segítség. Szintén ide helyezzük az elit lovasságunkat. Meg a tábornoki testőrséget. Mert máshova nem tudjuk helyezni. Mert az ellenségesek ugyebár falangszokból áll, tehát nem igazán tudnék kirolni a kapun és hátba támadni. Pusztán lovassággal, gyalogság meg a falra kell. Ez a 10 szerencsétlen keltibér jöhet... ide. Ide helyezzük a két kisebb láncsás egységet is. Ja, másnak természetesen mindenki dobálózhat nyugodtan. Az egyik elit falangszunk jön ide. Ez nem egy elit falangsz. Az elit falangszunk jön ide. A másik elit falangszunk jön. Ide, ahova a torony fog jönni. Itt hagytam ki. Ez a nagyobb szimpla falangsz, ez már el van helyezve. A babiloni láncsásaink fogják védeni ezt itt. Ahova az a létre fog jönni. És oké, azt hiszem lefeltük a teljes falfelületet, ott még van egy egységem, az micsoda. A teljesen haszontalan nyílvetőim. Ja nem, ezek már kővetők. Behelyezzük őket ide, innen talán lesz egy jó szögük a falra, hogyha ott áttör az ellenség. Na. Ezek már is lőnek. Legalábbis ez a négy ember, aki itt az oldalon van, lő. Úgy látom, a torony még nem tud rájuk ütelni. Tehát ezeknek a perzsai jászlóknak erősebb kezük van, mint ahogy egy baliszta tud lőni. Az vaza. Az emberek valamennyire használható közelharcban, tehát ezeket majd lehet, hogy kirendelem valahova az egyik létrához. Ez lehetséges, hogy el fog fogyni, mire beér. Az ennek ugyebár nincs pajzsuk, tehát az íjászaink eléggé rendesen tudják őket darálni. Meg ezek amúgy is íjászok, tehát ezeket el fogjuk darálni itt a falon a babiloniakkal. Ezek babiloniak, nem asszírok, ugye? Igen, babiloniak. Oké, úgy látom, azt a tornyot már is lőjük. Hogyha tényleg idehozza az emi, az egy kicsit hülyeség abból a szögből. Az ott mi a büdös pár random háza, ahogy elnézem. Az ott a túlparton meg a város kikötője lehet. És az ott a távolban akkor mi? Jó kérdés. Ahogy elnézem, nem akarnak kigyulladni a tornyok. Mi? Ez a torony is tud lőni? Remek. Ez a torony is tud lőni. Tűz alatt is tartja az elitfalangszunkat. Szerencsére ez az elitfalangsz, tehát ezek kibírják a lövéseket. Ezeknek ilyen, vannak ilyen rövid láncsai is, ezt nem is tudtam. Az itt ezek akkor kardra váltanak, hogyha közel harc van. Na, szuper. Ó, oh, az ott kigyulladt. És kigyulladt a kos is. Oké, okay, ezzel rohadt módon lecsökkentetjük a támadási felületüket. Ezt a szimblafalanxot felhozzuk ide. Az ott szerintem ki fog gyulladni. Ez elitfalanx egyelőre marad itt, és meglátjuk, hogy hol lesz rájuk szükség. Ezzel itt valószínűleg megöli ezt a 11 szerencsétlent ezzel az egy létrával.
amin szerintem mellesleg fel fog önzőlenni ez a 230 másik. Aki az is kigyulladt, szuper. Tehát onnan is hozhatjuk át a falangszot és a gyalogságot. Ide. Egyelőre hozzuk csak a falangszot. Ahogy elnézem, ezeket elég rendesen megritkítjuk a dobolándzsákkal. Itt összeakadt két létre. Azok ott állnak a kos mögött, itt is összeakadt két létre. Ezek meg itt lebegnek. Légpárnás szeleukidák. Komolyan, mi a büdös élet folyik itt? Úgy látom, mindenhol bebagoltak az egységei, az jó. Semmi gond. Megvárjuk, amíg elfogynak. Nem ez a gomb. Ez a gomb. Ahogy elnézem, itt valami mozgás készülődik. Itt? Semmi. De ott folynak el a pártus lándzsások, akik tolták a kost. Az a jó, hogy a tornyaimnak kifogyhatatlan lőszere. Ezek nem tudom, hogy hova a büdös életbe futnak. Aki azonnak kéne oda mennék, szóval nagyon nem tudom, hogy hova a büdös életbe futnak. Mi a büdös... Nem is kérdezem. Katasztrófa néha az emmi. Hát ezek nem támadnak, mint ne mondjak. De legalább a tornyaink ritkítják őket. Hát oké, nem fogok kimenni és elveszteni a csodát, amit meg tudnék nyerni a falon, csak azért, mert ez ennyi beszart. Megvárjuk, hogy megmozdul. Ezen helyen meg kardon, ez érdekes. Ezen meg mindig lándzsával vannak. Az itt nem csak egy másodlagos fegyőre van egy egységnek. Azok még nagyon készen állnak rá, hogy... Nem tudom... Tüzet nyissanak a falra. Ambíciózus kis ijászkák. Az ellenségnek több mint fele már elpusztult. Ez röhely. Én nem tudtok dobálózni, ott van lenne az ellenség. Oké, a falangszom úgy látom megint jól beállt oda, ahova küldtem. Mi a... Vissza! Úristen, szarabbul kezeli a falakat, mint az Empire Total War. Ahogy elnézem, egyszerre egy ember dobja el a lándzsáját. Tudunk meglőni? Ahogy elnézem, mindenki kín van a tornyaim hatótávából. Nem, ezek itt még lőnek, oké. Megvárjuk olyan, amíg elfogy ez a falang, és utána támadjunk ki, mert úgy tűnik, hogy itt abszolút semmi nem fog történni, amíg én meg nem mozdulok. Támadjunk ki! Ja, ott van az elit falangszom, azt odébb kéne rakni, mi? Hupsz, megmozdult a tábornoki testőrség. Arra! El! Nem arra, arra! Marhák! Na, most ezeket is tudják lőni a tornyaink. A külön ezt a falancot is sikerült megmozdítanunk nagy nehezen, de ezt már ledarálják a tornyaink. Két tábornoki testőrsége van, ahogy elnézem.
hittem csak egy. Na mindegy. Csaljuk el őket arra. Ezekkel egy kicsit módosítjuk a szöget, mert így utol fog minket érni. Hirtelen bekapcsolta a nitrót. Pamparamparam, kanyarodunk. Azzal, hogy azt hiszem, mi gyorsabban fáradunk. Jaj, még frissek, mi meg. Nem, ugyanannyira vagyunk kifáradva, akkor nem tudom, hogy miért gyorsabbak. Jaj, akkor bekapcsolja a nitrót, amikor úgy dönt, hogy rohamoz, de mégse. Na jó, kapjuk hátba azt a francot, attól talán megmozdulnak a létrák. Futás! Shit. Oké, akkor harcoljatok itt. Tartsátok őket föl. Eközben ez az elit falanszal kimenetelünk. Közvetlenül a kapu elé. Gyorsan menetelünk ki a kapu elé. Gyorsan! Nagyon más koncepciónk a gyorsról. Úgy látom, a főtábornoki testőrség üldözi tovább az egységünket, ami a falanx után megy. A falanx leszarja, hogy megy a háta felé egy nehéz lovas egység. Na most váltunk rohammódra. Mi is benyomjuk a nitrót. Oké, hirtelen megfordultak a rohadékok. Oké, vonuljunk vissza. Ettől megmozdul a létre. Elmettől eldobták a létrát. Az elit flanszon nem talál ki a kapun. Na, ezt nem játsszuk el még egyszer, Rome. Két emberrel nem talál ki a kapun, úgyhogy belül elkezdhet nyuszi táncot járni. Szuper! Vissza az Isten verte várba. Na, úgy látom, hogy ez a falansz elkezdte üldözni a lovasságunkat, most visszahozzuk ezeket is, és a Toltalán újra megfogja a létráját, és akkor talán feljön. Úgy van. Na, és mindenkinek sikerült oda találnia a helyére? Visszahozzuk az Istenemet. Lovasokat, lehet, hogy jobb lett volna beengednem a faltörőgost, mert akkor legalább tudna valamerre jönni ez a szerencsétlen. Akkor kezdem, megint nem kanyarodtak el ott, mielőtt belefutottak volna frontálisan a saját falangszomba. Zseniális. Puff, valaki még pofon is rúgott az egyik ló. Ezeket visszahozzuk a lagzatban. Na most lássuk, hogy mit fog csinálni ez a falanx. Miközben szépen lassan a tornyaim tűz alatt visszasítál a létráihoz. Megfogja őket. Elkezd kanyarogni. És megint bevágolt. Ott konkrétan egy ember túlélte azt a toronytologató lagzatból. Jep, ránézésre jó párra meghaltak. Nem, ez egy másik... Nem, ez egy parancsnok, lehet, hogy onnan van akkor. Na, próbáljunk meg még egyszer kimenni a kapun az elit flanxunkkal. És megint megjegyzem, ezek az elit katonáim, akik nem találnak ki azon az istenverte ajtón. Most mennek ki álltak keringőzni. Phalanx. De rohadt gyorsan. Jó irányban néz a phalanx. Phalanx fele jó irányban néz. Közel járunk a sikerhez. Beállunk ide a kos és a fal közé, az a falancot úgy sem mozdul meg. Oké, az ellenség próbál minket túlmanőverezni, aztán elfut. Úgy van, Günther. Ez egy jó lesz, hogy ez itt befutató távomba, kifutató távomból. Azt az elit falancot lefutatjuk a falról, mert ide nem fog jönni senki, ahogy elnézem. Nem tudok futni, mert falangzba vannak, de nem tudom kikapcsolni a falangzot, mert falon vannak és ott nem lehetnek falangzba.
Na! Ez remek! Lefutatjuk ezeket is, mert ezek útba vannak. Fedélezem az egység, aki félig ott van. Na náhogy! Nem baj, mert úgy sincs túl sok ellenség. Ahogy elnézem, a tábornok idestőségét is szét fogjuk szedni így szépen, lassan nyugodtan. Jep. Az ott bizony keringőzik. És ráadásul ez a fő tábornoka. Ez nem tudom mit csinál, szerintem bemelegítőkört akar tenni a vár körül, vagy ilyesmi. Oké. Jó lenne ez a játék, hogyha működne. Na. Most. Hozzuk ezt a falangot ide. Hozzuk ezt a falangot ide. És hozzuk ezt a falangot ide. Kialakítunk itt egy teknőst a kapu előtt. Egy sünteknőst. Oké, ez még mindig lesz arra, hogy kisétáltam a kapun alcsöregemmel. Oké, lehozzuk a lándzsásainkat, felkészülve arra, hogy kirohanjunk. Akkor lehozzuk őket így. Nem ki, le! Mert vonalat nem tudok belőlük húzni, már megint. Mindig a legjobb kortodik el a vonalzom. Ezeket így megtámadjuk a falangszal. Oké, a falangsz megbontotta a falangszot, semmi gond. Aki az ellenség, aki a létrákat tartotta, jobban falangzba tudott maradni, mint én, aki falangzba mentem oda. Mindegy, szerencsére elit falangzok vagyunk, szóval elbírunk velük, láncsaimmunisak vagyunk. Kihozzuk a legnagyobb láncsás egységünket. Ahol a legnagyobb láncsás egységünk fönnmaradt a falon. Kihozzuk a két kisebb láncsás egységünket. A falangzunk elkezdett elmúvókolni az alakzatból. Kinyerjük azt egy szerencsére, mert bele fogunk akadni. Hátba kerüljük ezt a falangszocskát, és megtámadjuk. Közben a tábornoki testőrség jobbra-balra keringőzik. Ekközben leért már a legnagyobb láncsás egységünk? Nem, lehozzuk a perzsákat is. Hogy ne akadjanak el benne. Meg lehozzuk ezt a falangszot is. Mindenkit lehozunk arról az istenverde falról, mert az ellenség úgysem megy föl. Oké, menekülnek. Azokkal megrohamozzuk azokat ott. Ezzel az egységgel visszaállunk a sünteknősbe. Ezek jó messze elmúvókoltak. Ott is van! Te meg hogy kerültél oda? Imádom ezt a játékot. Jó! Támadás! Oké, megrohamozzuk a tábornok idestőséget. Már amennyire egy falangsz tud rohamozni. Ne feledjük, ez nem a rohunkát, így nem tudnak rohangászni az emberek, miközben falangszban vannak. Oké, hogy elnézem ennek az a zseniális ötletet álmod, hogy ha többször megrohamozza frontálisan a láncsásainkat lovakkal, akkor egy idő után nyerni fog. Van egy sanda gyanúm, hogy nincs igaza. Oké, természetesen a 3/4 egység már halott, de a főtábornok még él. Ezekkel közben megtámadjuk a másik tábornoki testőrséget, pontosabban szépen lassan sétálunk felé.
Oké, ennyit a főtábornokról. Mi a büde... Mi az, hogy... Ki mondta, hogy be akarom fejezni, csak tehát ott van egy másik tábornok, akit ki akarok nyírni. Remek. Az elmi megint működik. Rohadtan sereggel ostommal elvettem asszáriát, és úgy tűnik, hogy be tudja venni. Úgyhogy tűzszenetet ajánl. Simán elfogadjuk. Akartok kereskedni, hogy legyen egy kis pénzem? Na-na. Úgy látom, hogy több máshol nem támadnak a szeleukidák. Na. Lázad valami? Nem lázad semmi. Szuper. Szeleukájában megszereljük a falat, aztán áttörték a kossal, vagy valami ilyesmi. Ja nem, aláaknázták. Pláne fontos, hogy megszereljük. Ó, itt van még egy hadsereg. Ja nem, ebből csak három egység van, oké. Van 11 ezrünk. Pergamon fellázad vajon, hogyha kivonulok? Meg... Mennyibe kerül ezt megjavítani? 28 ezer, azt a rohadt. Azért végelőtt megpróbálom megjavítani majd ezt az istenvert az emblemot. Pergamonból megpróbálunk kivonulni, kivonulunk Pergamonból és megyünk Halikarnassosba. Beszerezzük az összes istenverte csodát. Szinopéte közben ostrom alá vonták a Szeleukidák, és a Pontusziak pedig sétálgatnak a Szeleukidák mellett. Amasszája védve van? Amasszája védve van. Itt egy random Szeleukida tábornok. Eközben Itália még mindig lazdás szélén áll, szóval ott kell tartom a seregem felét. Másleg ezért mennek részben ilyen rohadt lassan a dolgok, mert egy rohadt nagy hadseregem itt áll Itáliában és meggátolja a lázadást. Itt legyünk két használatú egységet Szegesztikában, és vonulunk tovább e felé, a város felé. Eközben Derdasszal megpróbálunk egyesülni a másik sereggel, de erről jövünk északról, hogy megint belefussunk egy random lázadóba és erre meneküljünk. Aztán nem gyártunk elefántokat, meg hipernagy követőket. Falaktrionnal mehetünk és felszabadítjuk Edesszát. A közben Babilonban tudok egységeket képezni? Ja igen, itt tudok perzsákat képezni, Szeleukeiában meg szintén. Oké, itt képzünk egy valaglándzsást. Ez Babilonban már úgyis folyik. Az itteni lándzsásainkat pedig fogjuk és megpróbáljuk levinni Karaxba. Még egy egységet hozzájuk vágunk. Oké, azt hiszem ennyit kellett ebben a körben csinálnom. Itt van egy rohadt nagy germán hadsereg a határomon, remélem nem lépi át, Agilas kapitánnyal. Kavikör. És továbbra is erőteljesen reménykedünk. Ó, a germánok átépték a határ, csak az a rohadt nagy sereg odébb ment. Ez zseniális, visszavonult a támadóraival, mielőtt megtámadott volna. Remek megint megtámadta minket. Mi baj, nem a sereg felé vonulunk vissza? Oké, most sikerült a sereghez visszavonulnunk. Ez nagy teljesítmény. Jó, van valakit képzünk Spártában. Innen kivonjuk a félhelyős. Na, hogy lázadt Patavium, hány éve szálljuk meg? 20? Vissza. Ott is vissza, akkor nem menjünk fel Mediolánumot, mert Patavium fellázad, mert miért ne? Neszted még egy év. Atén nő, nem tudok vele mit csinálni, túl sokba kerül. Na, csináljuk meg. 12 kör addigra valószínűleg úgyis befejezem a sorozatot. Itt tovább menetelünk ezekkel az erőkkel Karax felé. Jó, szedek ide, előrángatok innen még a seggükből két támadó erőt, ahogy elnézem. Yep. Nem csak egyet. Akkor így gyártjuk tovább a lándzsásokat, amennyire csak tudjuk. Szeleuk helyában kész a fal. Van itt valami, amit le tudok rombolni esetleg? Nem igazán látom úgy. Nope. Jó. Hol tudok háztatuszokat képezni Rómán kívül? Arecionban. De amellett állnak a lázadók, akik randomra jelentek meg. Akkor itt képzünk annyi egységet, amennyit tudunk, itt nem képzünk, mert nincsen népességünk.
Karaxban maradunk védekezni, és nem igazán tudok mit csinálni. Most már elveszük a Likarnassost. Következő kör. Ja igen, a hadseregem elfejtettem. Szerencsétlen megint meg fogják támadni a lázdók és megeszik reggelire, szuper. Jó. Edessát Antiochos szótér kapitány ostom alá vette. Aki épített egy létrát, ami megint nem jó semmire, szuper. Na de. Szerintem ez ostom már nem fog beleférni, úgyhogy ez volt én már a Matabarda. Ez volt már a Lesperon Tour War Europa Barbarorum, és találkozunk a legközelebb. Addig is, a viszont, látásra!